Kedeste már 270 forint fölé is emelkedett a svájci frank árfolyama, szerdára pár forinttal mérséklődött, ez látszik a grafikonon is. Azonban nem került nyugvópontra az árfolyam, folyamatosan 260 és 266 forint között mozog. A tőzsdéken és a piacon pánik uralkodik, mint a közgazdászok mondják, ez senkinek sem jó. Minden tranzakció kiszámíthatatlan. Még azok is megérzik majd ezt az ingadozást és magas árfolyamot, akiknek nincs devizahitelük. Ez a probléma, ez már nem csak a devizahiteleseknek a problémája. Tehát akkor, hogyha 3,5 millió devizahitellel érintett család dől be ebbe, azt az egész ország az is meg fogja érezni, aki életében devizahitel közelében nem járt, az ingatlanárak változásával, a gazdasági növekedés csökkenésével. Legfőképpen persze a hitelesek érzik meg a rohamos mértékű árfolyamváltozást, mint a székesfehérvári kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője, Szokoli Erzsébet mondja, valószínűleg a nyári időszaknak és a szabadságolásoknak köszönhető, hogy egyelőre nem keresik még sokkal többen őket, mint egyébként. Valamint annak, hogy az emberek számolnak, mi a jobb nekik. Nézek a bankba, és ott állnak 10, van még munkahelyem, nem biztos, hogy beállok a sorba. Az viszont tény, hogy a bedőlt hitelesek csak az utolsó pillanatban eszmélnek és kérnek segítséget. Az intézményvezető azt tanácsolja, azonnal kérjen segítséget, akinél felmerül, hogy nem tudja tovább törleszteni hitelét. Amikor az első adandó alkalommal érzik azt, hogy nem tudnak már törleszteni, vagy veszélyben van a törlesztés, akkor megkeresik a bankokat. Én azt gondolom, hogy nagyon szégyeljük magunkat, és nem biztos, hogy fölvállaljuk azt, hogy gondokkal küzdünk, holott talán már változott annyit a közszféra, a banki világ, hogy nem kell alázattal oda menni. Az árfolyam rögzítés lehetőségével augusztus 12-től élhetnek a lakáshitelesek. A programban résztvevőknek a svájci frank hitelek törlesztő árfolyamát 180 forinton, az euróét pedig 250 forinton rögzítik.